a Rádiószínház bemutatója. Nyár közép csodái. Vészi Endre rádiókomédiája. Hat év óta, amióta ennél a vállalatnál vagyok, mondhatom, készülök erre a pillanatra. Mert a mai nap reményeim fókusza. Felfigyeltek szerény személyemre, a titkos tartalék előléphet. Ugyanis a felsőbbség végre leszólt nekem, hogy mehetek. Az első emeletről a tizedikre leszólt. Ez nálunk, ne tessék csodálkozni, nem fogalomzavar. Inkább szociológiai szint megjelölés. Tehát lentről leszólt a tizedikre. Vagyis pontosan délelőtt 10:10-re Kuncelftárs, a vezér, hivatott. Elnézést, vezérigazgató úr, de van itt egy bizonyos valaki, egy úgynevezett dr. Solt Zsolt, vagy ilyesféle, hivatva. Hivatva? Én általam? Pillanat. Ó, személyzeti? Magasztusér! Dr. Solt Zsolt! Mit mond magának ez a név? Igen, 37 éves. Közgazdász a tervezési osztályon. Káderhelyzete esztendők óta pangás. Elvált 2010-ben. Vérnyomása ingadozó, magánélete. Hogy? Észlelhetetlen? Ha muszáj, küldje be Zsófika. Tiszteletem! Kanni feresla enlitem prezent för en tonárflicka? Hogyan? Amit látni tetszik, utasítás szerint. A svéd nyelv elsajátítása. Tanárom alaposan megdicsért. Oh, Nagellak! Oh, Nagellak! Amit látni tetszik, én komolyan veszem. És másodévesként végzem a piackutató szakot is, levelező fokon. Mert amikor feltetszett szólítani, hogy szakosodjak, azonnal elkezdtem a szakosodást. Talán konkrétabban, ha lehetséges. Azon a feledhetetlen klubestén, amikor röntgenkészülékeink sorozat exportját ünnepeltük, ön volt szíves kijelenteni, engedelmivel szó szerint idézem, doktorkám tanulja meg svédül, mivel a skandináv piac... Ezt mondta volna. Tessék csak visszaemlékezni. Picim, a madám rosakölnid miatt, ami a bőrömön tapadt, iszonyú zűr volt odahaza. Méltóztatott ugyanakkor egy hölgynek kijelenteni. Igen, igen. Maga az, aki önszorgalomból svédül tanul. De ha megengedi, beveszem a gyógyszeremet. Egy kis vizet kicsurgatva. Hogy bírja ezt a tébolyító zűrt, vezérigazgató úr? Milyen eszeveszett csőkotyogás? Csőkotyogás? Nem hallok semmit. De amúgy is, azaz, vagyis hát, én most egy fontos afrikai ügyfelet várok. Egészségügy, kiemelt export lehetőség. Egészségügy, export és Afrika, hát ez nagyszerű. Örvendbe jelenthetem, halálozási statisztika kedvezően magas. Kórházi ágy 100 főhöz viszonyítva félelmetesen alacsony. Trahoma, malária, csecsemő halálozás. Általában a halálozási statisztika ideális piac, korlátlan fölvevőképesség. Kérem a létesítendő piackutató csoport, egész terve az agyamban, sőt, papíron. Afrika, Ázsia, Európa, Dél-Amerika. Jó, dolgozza ki azt a tervezetet, és akkor majd jelentkezzék. Az öreg páterra örökké várni kell. Tesz a gyors lift, az a teljesen két. A két páternak, te pedig mindig dugig a kezdkatonákkal. Segíthetek belépni, hölgyem? Balázska, én a páternak tetőzni. Persze, persze. Külön világ, külön technika. Én is sokáig páternoszter idegen voltam. Részemről dr. Solt Zsolt, piackutatással megbízott közgazdász. Nádi Noémi. Ó, gyönyörű név. Ilyen, ez a 8. volt. Nekem itt kellett volna. Feljön velem a 10-re, ott szebben süt a nap. Na, tetszik látni. És most visszalépünk, és lemegyünk. Nem, nem, én inkább gyorsan. Szabad?
Szóval, fáradj be, Balázsom! Kanni Pereszlá, ennél itt... Neked ajánlra ment a svéd, és itt őrlőd, szegény öregem a mániák malomkövei között ebben a szörnyi napsütésben. Ha nem tudnád, engem örök napsütésre ítéltek. Belülről, télen-nyáron, nálam permanens a napsütés. Valami üdítő? Te is üdítő. A második emeletig minden szobában légkondicionálás, frigider. Te mivel hűtesz? A fantáziámmal. Nyár közép csodái, édes Balázs. Egy pohár friss, kicsurgatott víz. Mitől vagy te így földobva, ember? Voltam újfent a vezérnél. Letettem az asztalára az anyagot, majdnem az egész tervet. Még nem ígért semmi, de láttam, lecsapott, mint madár a magra. Lélekben már szervezem is a stábot. A szomszéd szoba lesz a tiéd. Ha nem tévedek, én kizárólag egy gyors lift kezelője vagyok. Festőnek készültél, ha én nem tévedek. Te leszel a grafikusunk. Táblázatok, grafikonok, vizuális ábrák. Élet, halál, népszaporulat, alkoholizmus, infarktus, fehérvérűség, világpiaci vetületben. Mondd, nem ismersz egy lányt ebben a házban? Egye? 200-at. Jönnek be a kapun, és hozzák magukkal a bőrükön a jó szagukat, a reggeli zuhant. Én egyetlen egy valakire gondolok, egy, hogy is mondjam, egy eléggé merész orrú lányra. Nos, újabb mánia. Figyelmeztetlek, én csak kétszer voltam a házassági tanú. Az orra nem mondom eléggé rendhagyó, mondjuk egy kicsit nagy, de a lábnyoma. Kérlek szépen, amit itt hagyott nekem a folyóson, mint egy strand homokjában, a legszebb formák egyik. Abba hagyd te, kótyagos. Tudod, miért nem vitted semmire, mert lecövekeltél, mert nem hiszel a változásban. Jó, és te? Te mire vitted a hülye reményeidet? Nem akarsz mégis egy pohárral? Gyönyörű, tiszta, kicsurgatott, klórmentes. Ejte, úgy mondjam, hülyének néztem. Ez ugye már nem is kétes, egy fantaszta, de mégis... Ez a sorzolt, ez a topintes barom, hogy úgy mondjam, az elgondolásai zseniálisak. Tárgyismeret, fantázia, szakmerőség. Zárd el már azt a rohadt csapot. Lármázik, kotkodácsol. Lármázik, kotkodácsol? Beszél. Folyamatosan. Nem hallottad? Mit kellett volna hallanom? Teljesen összefüggő szöveg. A nevem, a tehetségem. Egy többszintes barom. Mondod, az nem rám vonatkozik. De hát egy hozzád ember, egyből kimondva egy idióta. De vannak melbevágó ötletei. A természete szerint legalábbis... Te most sem hallod? Ember, nem hallasz semmit? Van egy közeli barátom, kitűnő orvos. Megtaposta az élet, tehát szolidáris a betegeivel. Elküldelek hozzá. Én nem vagyok bolond. Nem, persze, hogy nem, de hogy is csak éppen túlhajtod magad. Elnézést, kortárs, a gondnokságról vagyok. Leltári összeírás. Az én műfajom. Imádom a leltári összeírást. Ó, a Paternoster tindél, a merész orrú, a gyönyörűség, mennyit nyomoztam maga után. Tessék, foglalja a helyet, megkínálhatom valamivel? Sajnos nincs időm. Délután 5:30-ig 39 szobát kell felvennem. És este? Este mit csinál? 10. emelet 107, típus méret, 5,8 négyzetméter. Ebből van a házban a legtöbb. Áruld el a négyzetméteret, kitalálom a státuszodat. Íróasztal egy darab, diákíróasztal. Típus volt puha fából. Szőnyeg, függöny, kerámia, hamutálka, részkarc. Nincs. A 10. emelettel hál' Isten nincs probléma. Egyszerű szorzási művelet. Mégis, mit csinál este? De mi akkor rendben volnánk. Minden jót, kolléga úr. Na és az íróasztal lámpa? És az üvegbúra a mennyezeten? És a 10 dobott gemkapocs, plusz egy megkezdett. És a 23,5 radír? Ezeket már előre beírtam. Minden jót, kolléga úr. Maga olyan, mint egy nyári virágcsokor. Két szép puha fa, egy vizes kancsó, recept, két műanyag pohár. És egy falicsap. Nem működik. Nem működik. Mégis működik.
és kérem, Zsófika, nagyon szépen megkérem, szóljon a telefonon annak a Dubaj szorgalmú, Dubaj türelmű paromnak, annak a doktor Izének, mert az az idióta mára ígérte az anya kiegészítését. Hallott maga is valamit? Semmit? Bocsásson meg, de még 38 szoba. Viszlát! Mindent tudok, kedves Zsófika. Kiegészítő anyag mi egymás. Idejében ott leszek, nyugi. Nyugi, megmondtam, nyugi. Az ugye jól áll, nagyon jól áll, Kelemet. Most már biztosan összejön a dolog. Zsófika leszólt neki, és az a hólyag, itt lesz a kiegészítése. Engedem, mivel talán nem is lényeges, hogy én magam találkozzam. Én szeretem összeeretteni az embereimet. A tervezetet, amit ez a Solt kidolgozott, fölterjesztettem a főigazgatóságnak a maga neve alatt. Szóval csak szervezze az embereit, Kelemen, én állom az ígéretemet. Hálás köszönetem, vezérigazgató elvtárs. És a Rózsika utcai lakás teljesen oké. Négy diszkréció. Köszönöm magának, Kelemen. Érző emberek vagyunk, nem csak munkaállatok. Naplemente előtt. Igen, kell a líra. A legszemélyesebb belső világ. Az ilyesmi csak növeli a teljesítményt. Elnézést! Én már többször leszóltam neki, de ő... De ő? De ő... Nem merem megismételni. De ő? Azt mondta, de többször is mondta, nyugi. Nyugi? Nyugi. Elnézést. Nyugi! Látja, Kelemen? Egy ilyen félfédulás, és azt üzeni nekem, nyugi. Akkor én most távozni egy kis tiszteletem, és a Rózsika utca stabil. Jó, Kelemen. Figyeljes üdvözletem, vezérigazgató úr. Mit szól ehhez a mai kiemelt kánikulához? Mondom, hogy trópusi viszonylatban is csodálatos. Kérem, egyebet nem mondjak, az olvas aszfaltban már kora reggel kecses lábnyomok, női lábnyomok, virágszandál lábnyomok. Miket beszél itt maga össze-vissza? A kiegészítő anyag? Az anyag, mint tudjuk, természeténél fogva, nem vész el. Kérem, ez az iroda most páradúsabb, mint mondjuk az állatkerti pálmaház. Azt kérdeztem öntől, az anyag? Ja, az anyag. Jelen pillanatban, mint látni tetszik, nálam nincs. Birtokomban van ugyan, de nem a kezemben. Már két ízben adtam haladékot magának. Még egy-két simítás, finomítás, szerkezet, arányok, koncepció. Alkotó munka ez, kérem. De tegnap a telefonban azt állította, hogy együtt az egész. A mellékletekkel, a függelékekkel. Először is még tisztázni szeretnék valamit. Volt a vezérigazgató elvtársnak egy olyan megjegyzése rólam, miszerint én egy idióta vagyok? Igen. Nem! Hogy gondolja? Többszintes barom, divajszorgalom, divajtürelem. Miért azt tudod mondani? Ki pletykál önne? Senki. Ez egyszerű szuperhallás, uram. Na, majd ideire jelentkezem. Viszlát! Zsófika! Parancsoljon, vezérigazgató elvtárs. Zsófika! Valakinek itt járt a szája. Valaki itt szellőzteti a bizalmas kijelentéseket. Kérem azonnal a csúcsvezetőséget. De jó, hogy benéztél, öregem. Valamit el kell mondanom, de csak neked. Nem mondj el semmit. Kértelek, vegyék ki szabadságot, menj ki a strandra, hunyd le a szemed. És ne gondolj semmit. Egy állampolgár aktív pihenése. Igen, elfáradtál. Ennyi az egész. Mitől, ember, mitől? A sok évi üres járattól. Figyelj csak! Figyelj, mit tud a vízcsapom? Kis tőle. Ez a Dániában, Hollandiában, Norvégiában üdendő emberként listára. És ez itt van a közel-keleti névsor. Vezérigazgató elvtárs. Nem tudom, hogy sehol
Kubeli angyánt. Ezeket be kell venni. Igenis, kérem. Na, és Stockholm? El a kezekkel. Stockholm az enyém, azt nem adom. Solt volt. Hát őt kitette föl a ruptára, azt a szupermarhát. Így beszél. Egy francot kap tőlem, nem teljes anyagot, majd megmutatom én ennek a bandának. Te mit hallgatod? Balázsom, te valóban nem hallasz semmit? Vagy csak leplezed? Én ezek után házon belül elindítom a tehetség forradalmát. Talán még nem felejtetted el, mit gondolok a nulla szorozhatóságáról. Holnap bevonulok a sebészetre. Holnap? Ugyan? Várj még pár napig, amikor is kezedben lesz a megbízatás, a piackutató csoport grafikusa. Miért ez a sürgősség? Mit mondtak az orvosok? Fölnyitják a hasamat. Na, jó, ne ápok. Azt mondják, semmi sem sürget, amikor én akarom, de... Én úgy vagyok vele, mint az életemben minden kérdőjellel. Kisürgetem a választ. Nyitott hassal. Ha nem bíznék abban, hogy a szüleim legalább 6-7 évtizedre terveztek, nem sietnék kés alá. Az én családom kivétel nélkül öreg fák nemzedéke. Minden jót, öreg! Kéz és napkérés, marha! Már megint rá? Te vagy az. De tessék, mondjad. No, végre. Már kétszer máshová kapcsolt az a csúnya vonal. Amióta te vagy nekem, még a munkám is. Te segítesz nekem, szárnyakat. Adminisztrációs vonalon benyomták a stoppot, teljes az állat, de a te készülő státuszodat ez nem érinti. Látni akarlak, pici, látni minden pillanatban. Magam mellé veszlek. Benyomták a stoppot, picim, de semmi akadály. Az igaz, hogy ebben a házban legalább 100 fiatal nő és férfi vár arra, hogy fölfedezzék, de te már föl vagy fedezve, picim, és szárnyakat ad. Na hát, hol lesz, picim? No, mondj már valamit. Mondj már valamit, picim, légy szíves. A holnapi napot szabaddá tettem. A kollégiumi ülés egy héttel elhalasztva. Pici, reggel 8-kor, érted meg, hogy megyek, repül hozzám. Rózsika utca. Rózsika utca. És reggel 8-kor? És én? Velem mi lesz? Berendeltél magadhoz 10-re? Utána a kis zöld vendéglő, rántott csirke, vorkasaláta, túrós palacsinta. És utána két katalin fortette, renyhebélű, nem gondolod? Igazgatóság? Maga az kult? Itt csekébe osztottja beszél, doktor Solt Zsolt, piackutatásra megbízott közgazdász. Nagyon megkérném, ne szakítson félbe. Csak arra szeretném emlékeztetni, hogy holnap 10 órára volt szíves magához rendelni a teljes anyaggal. Nagyon üdvös lenne, ha ebben az időben nem osztaná meg magát az érzelem és a hivatás hullámcsapdái között. De az is elképzelhető, mivel, picim, holnapra már értesítve van, mi ketten most beszélnénk a magunk ügyéről. Ugyanis erősek a kétségeim, hogy én a terveimet, az ötleteimet, csak úgy, minden biztosíték nélkül, mint hallani méltóztatik, jól vagyok informálva. Nem, de ez szétbomlott. Ez nem kapcsol. Picim, az élővilágban nincs sok változat a szerelemre. A patkányok érzelmi élete épp oly bensőséges, mint az embereké. Jó napot, jó napot. Mivel a telefon csődöt mondott, hát én magam személyesen... Fogaljon helyet, uram. Köszönöm. Sápatnak tetszik látszani. Persze, a koncentrált munka, a permanens felelősség... Egy pohár kicsurgatott vizet, nagyon üdítő. Szolgálhatok. Légy szám,
számstopp. Szanálás. Mi? Rajta vagyok a listán. Hogyan? Aki nem... Most adtam mindenki. Aki nem feküdt le X-nek, Y-nak. És a vezér ez a paloska. És a vezér ez a paloska. Én inkább Tetszinek mondanám. Most már kérném azt a vizet. Itt most alak is hallgatózna. Még egy pohárkám. Pitin. Neve. Sott. Beszélj nyíltan. Férfi a férfival. Honnan tud maga ennyi mindent? A falakból. A csapokból. A zahanyrózna ne vitteljen. Mégis. Kitől? Szuperhallás. Mondom, hagyjuk a hülyéskedést. Bocsánat. Én is kérdeznék valamit. Mondja, hogy állunk a csoportvezetői kinevezésemmel, amit volt szíves elsőre beígérni? Elsőre, persze, meg lehet. Hétfőn lesz elsője. Addig aláírom. Vicim, rohadt zsaroló. Azaz. Nem, dehogy, semmi azzal. Vagyis. Milyen volt a mozi? Honnan tud maga a moziról? És hogy kerül ide? Nagyon egyszerűen megvártam. 9:30 kinyíltak az ajtók, a meleg emberszak időlt, pardon, a párás emberillat, amelyet maga is hozzáadta a kellemes magáért. 15 perc óta itt várom a téren. Tudtam, hogy erre jön. Honnan tudja, hogy mozi és 9:30? Titok. Egyelőre az. Leülhetünk. Ez itt a foglalt padom. Miért vár maga engem? Szeretek várni. Én utálom a várakozást, gyűlölöm. Mit akar tőlem? Semmi. Azaz mindent. Csak az előbbivel szolgálhatok. Legalább ennyi. Jaj, szeretném figyelmeztetni. Valamit kihagyott a leltárból. Az érzelmeimet. Vállalati tulajdon? A legszemélyesebb. Sajnálom, ahhoz nincs közöm. De azt nagyon nem bírom, hogy leselkedik utánam. Értse meg, nem leselkedem. Egyszerűen tudok valamit. Ez az a bizonyos titok, ugyebár? Igen, a titok, sőt, a csoda. Barátom a gyorslift kezelő szerint a nulla nem szorozható. De honnan veszed, édes barátom, mondom neki, hogy az eldugott érték, a korpába kevert tehetség nulla. Több milliárd névtelenben, már csak mennyiségtani okok miatt is, sokkal több értéknek kell lenni, mint amennyit felszínre engednek. A kontraszelekció után elkövetkezik az igényes kiválasztás időszaka. Egy jeges búli. Egy ráksalátát. Talán egy ráksalátát. És egy gyűszönyi pezsgő. Kérem, parancsolatára. És csak hogy mellékesen. Mit szól ehhez a pompás teli holdhoz? Félek tőle. Anyai ágon lunátikus vagyok. Hogyha a háztetőkre vágyik, részemre nem indulhatunk. Legmerészebb kalandom a Paternoster. Aztán semmi több. Inkább a titokról, ha lenne szíves. Évek óta elképzeltem magát olyannak, amilyennek néhány hete ismerem. A lábnyomát is felfedeztem a megolvadt aszfaltban. Tőlem indult el, ment. És én sokáig nem mentem utána. Ültem a napon, és néztem, hogy ezek a finom, keskeny lábnyomok mindig messzebbre kerülnek tőlem. Csak egyetlen jó szavára várok, és elmondom, amit még nem mondtam el senkinek, mert kell a segítsége. Megölt valakit? Jelentkezünk a rendőrsége? Édes Nádi Noémi. Tessék szigorúan rám figyelni. Nem nézem bolondnak, de én áthallok a falakon. A maga moziát is onnan tudom. Megbeszélt a barátnőjével. Tehát ez nagyszerű. Ezzel fel lehet lépni a cirkuszba. Ez minimum világszám. Ez több. Ez hatalom, gyermek. Nincsenek mögötte tankok, testőrök, mafiák, és mégis hatalom. De én nem csak magamért, másokért is. Segíts, mit kezdjek vele? Megkérhetem, hogy
szíveskedjék engem nem tegezni. De én most már nem tehetek másképp. Ezentúl marad a tegezés. Van egy nagyon kedves ideggyógyász barátom. Neked is. Minden barátomnak van egy nagyon kedves ideggyógyász barátja. És szeretnék azonnal hazamenni. Részemről Tuzsér, bár én csak személyzeti ügyekkel foglalkozom, de a vezér óhaja, hogy önnek méltó irodája legyen, és ime alakul. Nagy érzés? A lehető legnagyobb. Ez a kombinált szekrényfal, kérem, erre büszke vagyok. Megszuttyongattam a gondnokunkat. Prima biztonsági zárak. Másolati kulcsok nincsenek, bőséges rakodási hely. Abszolút hála. Ön, doktor úr, a tizedikről fölkerült a harmadikra, és ez itt már majdnem légkondicionált. Azon kívül a nagyfőnök hozzájárulásával engedélyt adtam a gyors liszt használatára. Nincs többi paternoster, doktor úr. Ha egy mód van rá, könyörgök, ne szólítson doktor úrnak. Tesze, tesze. Hát akkor oldjuk meg így. Szerbusz. Szerbusz. Az egyik telefonot közvetlen, a másik házi központon keresztül, de ez is városi. Kérlek szépen a diszkrétebb ügyeket, természetesen a közvetlenen. És hallom, a személyes vécéből hiányzik a csésze. Országos hiányzik. De addig is átmenetileg megkapod az enyémet. Az úrkék. Rám pirítasz. Micsoda tündöklő karrier. A tömegből kiemelkedik valaki, és íme. Íme. 1-0. Lángoszlopok közepe. És lehet, hogy kapsz egy minivizort is. Jelen pillanatban éppen ezt vitatják. Kicsodák? Ők. Sőt, lehet, hogy kapsz egy frigidert is. Ez is, kérlek tiszteletel, most van vita alatt. És kapsz még egy akváriumot pici tűrészhalakkal. A telefonok, kedves kollégám. Még mindkettő süket, de majd. Majd. A forgatókönyv szerint, és aki itt tölti szinte az egész életét, annak dukál egy kényelmes heverő is. Dukál? Elpilledés esetére. Emberek vagyunk. Mi az, hogy? A titkárnődet már kiválasztottad. Ha kívülről hozott, hát kívülről létszám stop, de a vezér nagy vonalú. Házbeli. Kicsit alliterál, de jó. Nádi Noémi. Az orra talán némileg merész, de ami az etikai színvonalát illeti, ott az arányok tökéletesek. Hogy is mondtad, Nádi Noémi, följegyzem. És a dolog sírre kerül. A többi munkatársnál majd én segítek. Összeválogatjuk a csapatot. A... a tímet. Hányan dolgoznak ebben a házban? 512-en. 512-en? Ebből a mennyiségből nem is lesz könnyű kiválasztani azt a néhány becsületes embert. Jó reggel, csoportvezető úr. Noémi, maga az... Már nem akar azonnal hazamenni, már nem fél? Én nem magamtól jöttem. Engem a személyzeti főnök ide rendelt. Ide rendelte? Akarata ellenére? A munkafegyelmen belül nem akarni, magánügy. Vagy felmondási ok. Szóval nem akar itt dolgozni velem. Úgy gondoltam, több fizetés, értelmesebb munkakör és... Mégis rendszeresen láthatnám magát. Az egyik csengő csak is nekem szólna. Eszébe jut, hogy létezem, és megnyomja a gombot. Én meg bájosan, egészen finom kis női alkalmazotti mosolyommal bedugom az ajtórésen a fejecskémet. Parancsolni tetszik. Ó, csak a mosolya kellett, gyűjtöm a mosolyát. Ó, parancsoljon, melyik mosolyomat tetszik óhajtani? Ennyire gyűlöletes vagyok magának. Vagy még mindig a félelem? Nem gyűlölöm és nem félek. De az ilyen ügyek, mint a magáé, kijutnak a bőrömön. Ezzel azt a tömör szót tetszik kerülgetni, hogy szélhámos volnék? Talán még annál is rosszabb. Csak erért jött? Hogy ezt a képen beolvassa? Áthall a falakon. Belém állt a hideg levés. Akkor ott este. Egy elhagyott téren én és egy közveszélyes. De azt hiszem, tévedtem.
Maga úgy látszik nem bolond. A csoda működni kezd, kamatozik. Berendeznek magának egy osztályon felüli irodát. Ide vezényeltek például engem, és gondolom mindenkit, akinek csak kiejti a nevét. Hát nem, kedves dr. Scholl Zsolt, nem. Még ha zseni volna is. Ebben a házban még egyetlen lángés sem csinált karriert. Itt az ellenzseniket gyártják futószalagon. Csak azért mondom, ne higgye, hogy szépen megeszem ezt a fűrészport, és azt mondom közben, milyen finom, milyen kitűnő. Nem vállalom. Sem a beosztást, sem magát. Ha kirúgnak, akkor sem. Jó napot! Üdvözletem! Jó napot! Gerő főszabász vagyok, a minőségi férfi divat, valamint exkluzív cikkek szövetkezetétől. Mértékvétel, igen. Elnézést, nem rendeltem öltönyt, főszabász úr. Pardon, uram? Szíveskedj egy kicsit nyúzni magát. Has és hát homorítva. Szürkés fekete alpaka öltöny. Az én kellemes nyári öltönyöm, eredeti burett. Hogy is mondjam, és ami az igényeimet, az ízlésemet és esztétikai nézőpontomat illeti, ez nekem évek óta becsülettel szolgál, már úgy szóval második bőröm. Én nem kívánok jobbat különben. Szürkés fekete alpaka öltöny egy soros díszgombokkal az alak esetleges hibáit igazítva. Művészi korrigálás engedelmével. Főszabász úr, nem rendeltem öltönyt. Itt szobacsere történt. Elnézést megfelelő tisztelettel, de ez speciál az igazgatóság intézkedése? Sem pénzem, sem igényem, sem speciál. Legjobb tudomásom szerint önnek ezt az összeget előlegezik, és mint a vállalat gyakorlatából ismeretes, majd napránként levonogatják, vagy nem vonogatják. Szürkés fekete alpaka egy soros díszgombokkal, tudomásom szerint osztályvezetőknek és osztályvezető helyetteseknek, valamint csoportvezetőknek bizonyos alkalmakkor kötelező. A magasabb rangúaknak ezt is elmondom. A szövet koronkék, a díszítés ezüst, arany vagy platina gombok, és mindenféle rejtett gyülebek. Lesz még ilyen is önnek, uram. Szabad? Orpasz, orpasz, orpasz. Ön úgy szóval mondhatom, ideális egy alak. Ez manapság nagyon ritka. Mi, mármint a jelenlegi magyarok, mi ugye nők, férfiak, sajnos 10-15 kilóval elhúztunk az európai élvonal előtt. Vannak húsra hízók, és vannak zsírra hízók, de minden esetre hízók. Pardon, ez az új nemzeti karakter. Szabad a combját szétvetni kicsit? És most a csípő, igen. A mellkas, a vállak, a has. Szóval, hogy visszatérjek, a mi halálunk modern megjelenési formája, vagyis az új Morbus Hungaricus szíves engedelmével a gutaütés, az előre haladottan elmeszesedett erek minden járuléka, a gömbölyű elhűlés szíves engedelmével, és az uraknál például a korai impotencia. Ez az is előnyös, mármint a nemzetgazdaság szempontjából, mert minden férfias energiánkat a konkrét építő munkára fordíthatjuk. Így. Na, így. De ön csak most szíveskedik erre az útra lépni. Főszabász úr. Maga most, ha úgy tetszik, homorítva, elballag a gyönyörűen kivilágított francba. Alap korrigáló értéke teljében, és nagyon megkérem, szedje gyorsan a cuccot, mert esetleg kárt teszek önben. De kérem, mély tisztelettel, én mármint az igazgatóság... Az igazgatóság nekem WC-papír, amibe én... Az Istenét, kinek esik mondani? Mélységes, izé. Mélységes. Tuzsér kolléga, nem értem ezt a halogatást. Mint személyzet is, ez nekem nem idegen lélekállapot. Premierház, türelmetlen lélek. Doktorkám, alkotni vágyás, meghatványozva. Kérlek, a vezér várja a kiegészítő mellékleteket. Mindent átadtam, az egész anyagot. 3 hete, hogy berendeztétek nekem ezt a kirakatot, de munkatársai még mindig nincsenek, és a feladatom nulla. Morzolom a semmit. A 2 jelképes telefonom is süket. Kunt elsőjére ígérte a kinevezésemet. Intézkedés alatt, forgatókönyv szerint. Én azért vagyok itt, hogy kollégiálisan, hogy óvjalak a forró fejűségtől. Kérlek, miért kellett a főszabásznak olyan értelemben nyilatkoznod, hogy a mi igazgatóságunk unter uns egészségügyi papír?
Ez, látod, itt egy folyamat. A folyamat lényege, hogy folyamata van. Forgatókönyv szerint. És a forgatókönyv szerint jelen pillanatban még nem történik az, ami majd megtörténik. Kezembe veszem a dolgot magam, majd megkeresem én az embereimet. Mi ez a rohadt manipuláció? Ja, ismeretlen szavak, a dolgok mély előtte mély. A főnök kiadta az ukázt, és az fontosabb nekem, mint a... Légy óvatosabb, kérlek szépen. Mondd meg a főnöködnek, dolgozni akarok. Feszülök a munkavágytól. Ez ritka mánia ebben az országban. De amiért én tulajdonképpen jöttem, jó hír. A pénztárban fölvehetsz 3 rongyot. Milyen jogcímen? Ó, én azt nem is tudom. Jogcím nincs, csak kiutalás. De nekem tudnom kell, miért? Én csak hoztam neked a jó hírt. Elnézést kérek, de... Köszön. Az asztalomon találtam egy cédulát, hogy jöjjek föl. A 11-ről. Cink, Robi. Egyik jövendő munkatársam. Maga itt a házban dolgozik? Hogyne, kérem, Tuzsirektas. 7. éve. Egyszer egy jutalomosztáskor kezet is tetszett fogni velem. Cink, Robi, ugyanis ő. Hát akkor a pénztárban a pénz. Csókolat, Doki! A francba! Emlékszel, Robi? Rigó telep, barakiskola. Szóval, azért hívtalak... Na, csücs, fiú! Mi évek óta itt dolgozunk ennél a rohadt vállalatán, és még soha nem ültünk le egymással szemtől szembe. Pedig a közös gyerekkor... Pulyka tojás! Ez volt a neved a suliban, és a 2 deci iskolatej, amit te mindig zsíros kenyérre cseréltél. Emlékszel rám te is? Emlékszem önre. Te kezdte, marha, azért, mert osztályvezető leszek, azért én még a régi. De elhatároztam, ide leszlek magam mellé. Tulajdonképpen mit művelsz itt, te pulyka tojás? Szóval én a levelezésben. És mennyit kapsz te ebben a levelezésben? 2215 plusz családi. Nyelvtudás? Olasz-francia tisztelettel. Tisztelettel? Nekem nem mondod, hogy tisztelettel. Igenis, nem mondom tisztelettel. Marha. Nálam, kisfiam, 2008 az indulásod, plusz családi, plusz nyelvek. Úgy tudom, tavaly fél évet voltál tüdőszanatóriumban, és hogy 3 gyermeked van. Úton a 4. Gyönyörű termékenység. Szóval egy okkal több. Érzelmi okok, minőségi okok és mi egyéb. Mint egy hegymászó, majd kapaszkodol mindig fölfelé, és én mindig nyújtom a kezemet. Elküldelek Párizsba, még ebben az évben. És jövőre, hogy mondtad, olasz? Elküldelek Milánóba. Benne leszel a tervben, Cink Robi. Örülsz? Örülök, tisztelettel, vagyis a lehetőség, a kibontakozás. Na, valami üdítőt, konyakot? Inkább egy pohár kicsurgatott friss vizet. Mert a perspektíva, kérem, én eddig is teljes erővel, hűséggel, bedobással, tessék elhinni. Hidd el, sündisznó. De téged így hívtunk. Sündisznó, én teljes odaadással, a vállalata, a felsőbbség irány. Mindenképpen nyomja a markába, hogy kell. Beteli a kutatás, jó. Erőszakoskodik. A benyagot, amit kapni tudunk, begyűjtöttük. Most már meg kell tőle szabadulni. Bucsa kellő, bucsa tanít. Majd átszervezzük itt a közéletet. Kérd meg, pulyka tojás. Az a gyanú, hogy itt hamis kártyával folyik a parti. Csatába megyünk, Cink Robi. És éppen ezért nekem érdekel, hogy olyan beosztottaim legyenek, mit beosztottaim? Harcos társaim, akiknek tiszta a homloka. Azt szeretném, hogy ebben a hazugságra épült házban, hogy kiseprezsük innen a maffiát. A maffiát? Azt! Teremtünk itt egy tiszta szigetet. De mi a baj? Édes egy pulyka tojásom. Baj nincs, de... Tiszta sziget, harc, és nekem ez sok. Én tisztelettel visszalépnék. Nézem, megkérem. Na, tegyesz, pulyka tojás. Nem tetszik ugye haragudni rám, de én szinte jól érzem magam a helyemen. Én nem vagyok mohó, és nincsenek ilyen-olyan álmaim. Nekem szinte kell az alárendeltség, nekem parancsoljanak. Engem utasítsanak, engem részesítsenek.
vagyis semmi meglepetés. Tessék engem meghagyni. Ott, ahol. Ahol éppen. A folykatolyás, ne vacogj. Én vagyok az, aki vállalok mindent. Ez az. A minden. Semmi rizikó. Nem érted? Ez az. A semmi rizikó. Mitől félsz? Öntől. Ha ön itt fel akar forgatni mindent, ami hosszú évek óta itt jól bevált, akkor ebből egy-kettő lebukás lesz, és én... Nekem nejem van is, három gyermekem is, a negyedik, mondom, érkezőben. Én az ilyesmit nem engedhetem meg magamnak. Szóval, inkább az a banda. Inkább. Nagyra becsülés. Tessék! Mondom, hogy lehet. Tessék! Tessék csak. Bocsánat. De én igazán nem tudom. Például? Mit nem tetszik tudni? Hogy mikor van a doktorus fogadó órája. Az ajtajára nincs kírva. Kérem, én egy szerint dolgozó nő vagyok, szekületnél. Ilyen, hogy fogadó órám nincsen. Hozzám bárki, bármikor. Nappal, éjjel, itt a vállalatnál, a lakásomban, az utcán, tetszik érteni? Igen, igen, nappal, éjjel, értem, igen. Nem ért semmit, áll, üljön le, szekulezni. Csics, mi a baj? Ne tessék, ennyi, várat könni. Én magát? Tessék? Én magát az utcára? Jól hallottam? Tudom, hogy rajta vagyok a listán, és hogy itt van doktorot értetett rá. Én? Mi közöm a listához, magához, az egészhez? Elsősorban is lista ellenes vagyok. A doktor nagyon nagy ember, az egész ház beszél, és hogy rápítettek a listára. Nekem egy világtalan férjem vagy. És az a kis segély, amit ő kapott nulla, azt is kimondom, én tartom el őt is, és egyetlen gyermek. Egy 18 éves lány beszélt hibás magyarul mutatott. Ne tessék, könyörgöm. Hát honnan veszi ezt? Kérem, tisztelt szekulesznél, hogy én... Az beszélik a házban, hogy a szanálási listát, hogy ezt a doktorus szíveskedni, összeállítani. Kérem, én jelentem, hogy percenként 150-es sebességgel gépelek, és igenis nagyon jól hallok. Azon kívül az ikerhugon per pillanat Kanadából küld egy világszínvonal hallókészüléket, ami állítólag olyan, mint egy édes kis félbevaló és tetszés szerinti szinten. 50 éves vagyok, doktor úr, és szeretnék itt ezen a helyen a nyugdíj, amit számíthatok. Számíthat. Tessék? Számíthat. Számíthat. Számíthatok. Tudtam. Csak önre kell nézni. Azok a nemes orszalások. Én tudtam. Tudtam. Amit önről össze-vissza beszélnek, az nem lehet igaz. Nem lehet igaz. Várjon, kérem. Tessék. Várjon. Én. A vezért kérem. Hogy nem adhatja? Hogy a rendes évi szabadságát? Kérem, amíg személyesen is kifejthetem, tessék megmondani neki, szekuleszné, nem süke. Látja, asszonyom, ezek bontanak. Szokás szerint. Na, elegem! Már ágyom kívül. Ugye ilyen a mai ember szabászat. Tegnap fölnyiszantották a hasadat, és holnap már mehetsz lánynézőbe. Már persze a többi felelős szervet hibátlan. Még egy pár besugárzás, és kinyitják a kis ajtót. Milyen kis ajtót? Hát, ahol kislisszol a kriptasza kevén. Hogy ne roncsa itt tovább a steril levegőt. Azon kívül van egy kis nő. Valami kis lidért fény. Nem egészen, de segít csomagolni. És a lába, bűremek. Hát, a te karriered öreg fiú? Látom közepét neki. Na és a
tudományos piac földerítő. Az azért folyamatban. De nagy marha vagy te, drágám. Egy pohár frissen kicsurgatott vizet. Azt semmiképp kenyörgök. Én rákaptam. Fekete erdő. A Duna forrás vidéke. Gomba illatú félhomály. A sugárkezelés a daganatot már nem tudja befolyásolni. Ezért eleinte a gyógyszeres terápiát javasolunk. Később fájdalomcsillapító. Nem. Nem. Ezt nem akarom hallani, kusz! Nem akarok áthallani a falakon. Nincsen fülem a csövekben, a vetetékekben, nem akarom. Miért én? Miért ömelik rám ez az egész, ez az általános emberi lohákkal? Nem akarok azokat tudni, hogy én egy középszerű, de tisztességes ember vagyok. Csönd legyen! Csöndöt kérek! Nyitva a csapok, és nem hallok semmit. Nem hallok semmit. Úristen, nem hallok semmit. Nos, halljuk a titkát. Nincs titkom, vezérigazgató úr. Amit tudtam, leírtam a tervezetbe. Ez minden? Ez. Szóval találgatott, célozgatott, rágalmakat terjesztett elsősorban rólam, és zsarolni próbál. Mit irányítja? Mondta vagy nem mondta? Jó. Rendben van. Legyünk humánusak. Hajlandó visszavonni a rágalmait. Na, ebben az esetben eltekintünk attól, hogy kirúgjuk. Csöndes helyre kerül az irattárba. Mesterséges világítás, semmi kísértés, pihentető ember nélküliség. Nos? Nem. Szuperhallás nincs, de vannak elveim. Igen. Főorvos úr, kérem. Igen, igen, tessék. Ez az a bizonyos illető. Jó napot kívánok. Jó napot. Üljön le. Na, így? Gyakran szokott szédülni? Nem, nem szoktam szédülni. Aha, ez jellegzetes. És ilyenkor, amikor nem szédül, olyannak érzi magát, mintha szárnyai nőttek volna. A teste könnyű lesz, a lelke rökül. Igaz? Szó szerint. Tovább. Mint mondjuk egy világ megváltó. Készül fölrobbantani egy mozit, egy pályaudvart, elfoglalni egy követséget. Kigyullad bennem valami. Látom a holnapot. A holnapot. És ölni is szeretne. Igen, ölni. Például önt. Most, ebben a pillanatban. Jellegzetes tünetek. Majd megbeszéljük. Szóval így. És nem von vissza semmit. Semmit. Távozhat. A felmondást majd kikérvesítjük. Jó. Távozom. De hol itt az ajtó? Kérem, az események zajlása közben eltűnt az ajtó. Én nem tudok kimenni innen. Eltűnt az ajtó, emberek! És akkor hogy talál meg engem a kézbesítő? Thank you.
Nyár közép csodái. Vészi Endre rádió komédiáját hallották. Solt Zsolt, Végvári Tamás. Kunc, Kovács János. Noémi, Farka Zsuzsa. Tuzsér, Kálmán György. Balázs, Kézdi György. A többi szerepet Csőrös Karola, Falvai Klára, Gellei Kornél, Gera Zoltán, Gyarmati Anikó, Harkányi Endre, Miklósi György, Regős Péter, Rónai Egon és Temesi Hédi játszotta. A felvételt Gajdos Ferenc és Takács Péter készítette. A rendező munkatársai Szerényi Cecília és Palotás Ágnes. Zenei munkatárs Kutasi Ferenc. Dramaturg Bárdos Pál. Rendezte Varga Géza.